Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és el kell, hogy mondjam, hogy hihetetlenül lelkes vagyok, hiszen ugye van egy szituáció, amiről sokan úgy gondolják, hogy nem igazából optimális, szerintem sem, de nyilvánvalóan arra érdemes fókuszálni, amire hatással lehetünk. És nyilvánvalóan ebbe néhány apróság tartozik bele jelen pillanatban, az ügy szempontjából ugye, hogy otthon maradunk, vigyázunk magunkra, növeljük az immunrendszerünket. Én amiről most szeretnék beszélni, az azt, hogy mi a helyzet a DXM üzleteddel. Nem csak ebben a szituációban, hanem általában. És hogyha jelen pillanatban azt gondolod, hogy a számodra a bónuszod az nem elegendő, hogy a DXM üzleted az nem úgy működik, ahogy szeretnéd, akkor most az elkövetkező néhány percben nagyon röviden, nagyon egyszerűen szeretném megmutatni neked azt, hogy milyennek az oka, hogy nem úgy működik az üzleted. Ehhez egy nagyon egyszerű folyamatábrát szeretnék itt bemutatni nektek, úgymond. Ennek azt a címet adtam, hogy hát milyen lehetőségeid vannak a DXM üzletben. Ugye, hát az első lehetőséged az, hogy ugye elkészíted a DXM regisztrációdat, és ezt követően pedig két út áll úgymond előtte. Az egyik az, hogyha nem akarod építeni a DXM üzletet, a másik pedig, hogyha akarod építeni az üzletet. Ugye ezzel a folyamatáprával egy ilyen kis tükröt szeretnék eléd tartani, és nagyon szeretném, hogyha fölismernéd akár minden nap, hogy hol is vagy te ebben az ábrában. Ugye, hogyha úgy döntesz, hogy nem akarod építeni a DXM üzletedet, akkor nyilván szintén azt kell, hogy mondjam, hogy két út áll előtte. Az egyik ugye, hogy fogyasztod a DXM termékeit, a másik pedig, hogy nem fogyasztod a DXM termékeit. Nyilvánvalóan, hogyha nem fogyasztod, akkor nem igazából volt értelme a regisztrációdnak. Én nem szeretnék most arról beszélni, hogy mi van akkor, hogy fogyasztod a DXM termékeit, hiszen erre vannak nálam sokkal elhivatottabb és hitelesebb emberek, orvosok, természetgyógyászok, ganoterapeuták, akiknek ugye nagyon sok előadása van, és hát itt dagadnám meg az alkalmat, hogy az egyik nagy kedvencemet jelentsen be, ugye holnap ugyanabban az időben, ugyanígy magyar fordítással fog előadást tartani dr. Ranjan, aki egy nemzetközi hírű kardiológus professzor. Én nagyon szeretem nem csak a munkásságát, hanem a személyiségét. Volt lehetőségem vele idén februárban is hosszabb időt eltölteni az Emirátusokban, és egy fantasztikus ember és egy hihetetlen tudással rendelkezik, úgyhogy sokkal hitelesebb ebben állam, és holnap majd tudjátok őt hallgatni. Mi van akkor, hogyha azt mondod, hogy igen, akarod építeni a DXM üzletet, hol vagy akkor? Ugye itt is két út áll előtted, az egyik az, hogyha alibi munkát végzel, és azt kell, hogy mondjam, hogy az én most már néhány hónap múlva 12 éves tapasztalatom itt a DXM-be azt mutatja, hogy a legtöbben sajnos ezen a pozícióban helyezkednek el, hogy alibi munkát végeznek. Tehát nem a lényegre fókuszálnak, nem arra, amiben a hatásra lehetnek igazából, és nem arra, ami számukra majd a későbbiekben a passzív jövedelmet tudja biztosítani, most pedig nyilván egy azonnali bevétel. Mit értek ezen az alibi munkán? Nyilván már nagyon hosszan lehetne beszélni, csak néhány kisarkosított példát szeretnék mondani, ugye. Most, ahogy Mr. Teo is említette, ugye most van itt az online üzletépítésnek igazából az ideje itt a karantén időszakában. Na most az online üzletépítés az nem egyenlő azzal, hogyha a Facebookon ugye csetelsz, meggondolatlanul képeket nézegetsz, lájkolgatsz, kommentelgetsz, mint azt, ahogy tudomásom szerint nagyon sokan teszik, illetve olyan aktivitást fejtenek ki, ami igazából nem csak hogy rövid távon, de hosszú távon is nagyon kicsi eséllyel tud generálni bármilyen új belépőt. Tehát nem az számít az, hogy milyen hangos vagy a Facebookon, mennyire osztod meg a véleményedet arról, hogy hát mennyire fantasztikus ez az üzlet, hanem az, hogy nyilván mennyire tudatosan végzel ezt a munkát. Tehát online aktivitásban rengeteg alibi munkát lehet végezni. Aztán itt van az, hogyha próbálsz magadnak kialakítani egy stratégiát mondjuk, és akkor elmélyülsz annak a stratégiának a kidolgozásába olyan hosszan, hogy igazából az üzletépítésre nem jut az idő. Ugye fantasztikus videókat készítesz, esetleg webkonferenciákat tartasz a jelenlegi csapatodnak, bármilyen tevékenységet folytatsz, ami igazából
nagyon rá lehet mondani azt, hogy ez valamiféle üzletépítési tevékenység, de igazából, hogyha szívedre teszed a kezelet, és hát a tükörben nézel, és nem másnak mondod, nem a szponzorodnak, nem az alsó fonalaidnak, hanem őszintén magadnak, akkor tudod, hogy hát ez a dolog egy kicsit sántít, mert hát imádod ezt csinálni, de hát nem ebből lesz, nem ebből lesz üzleted. És ugye dönthetsz úgy, hogy érdemi munkát végzel. Ugye, és itt kezdődik valami igazából lényeges, amikor ugye eldöntöd azt, hogy ugye arra fókuszálsz, amire hatással lehetsz, és a munkád nagy részét az fogja kitenni, ami új belépőket tud generálni. Úgyhogy én nagyon hosszú ide óta így dolgozok, és nem azért lettünk a leggyorsabb koronás követek a DXN üzletében, mert mi vagyunk a legügyebbesebbek, mi tudjuk a legtöbbet a network marketingről, vagy akár a DXN marketingtervről, vagy akár a DXN termékéről, hanem azért, mert érdemi munkát végeztünk a korlátozottan rendelkezésre álló üzleti időnkkel. Ez nagyon fontos, tehát érdemi munkát végeztünk. Nagyon sokkal jobb üzletépítő, értékesítő van, akár csak itt Magyarországon nálunk, viszont valahogy ők, nekik nem sikerült megtalálni ezt az egyensúlyt, és az idő kihasználhatóságuk, a hatékonyságuk az ugye az alibi munka felé hajlik. Tehát ez igazából a tükörnek a legérdemlegesebb része, és én ezt javaslom neked, hogy amíg nem éred el koronambaszador szintet, nem azért, mert az a cél, a koronambaszador szint az egyetlen egy dolog miatt fontos, mégpedig az miatt, hogy ha éred azt a szintet, akkor tudod optimalizálni a bónuszodat egy adott azonos forgalomból. Tehát, hogyha nem vagy klónambaszador, de van egy bizonyos forgalmat, akkor nem úgy azt a jutalékot kapod, mint hogyha klónambaszador lennél. Tehát ezért a cél a klónambaszador. Nyilvánvalóan nagyon sokat lehet keresni, hogyha valaki jól építi az üzletet, gyémánt szinten, dupla gyémánt szinten, krondiamond szinten is, de klónambaszador szinten tudod optimalizálni az adott összegből származó jutalékodat. És ugye amíg nem éred el a klónambaszador szintet, igazából ezt a felosztásra kellene fókuszálnod, mert így tudsz a leghatékonyabb lenni. Ami azt jelenti, hogy az üzleti időd, amit a DXN-nel töltesz, az 90%-ból információ megosztásból kell állnia. Még nem vagy klónambaszador. Prezentálok. Úgy, ahogy szeretnéd. Ez nagyon fontos dolog, mert valószínűleg ugye, hogyha rájöttél arra, hogy hát alibi munkát végzel, akkor ennek az az oka, mert hát nem annyira szereted az információ megosztást, és inkább ezért az alibi munka felé hajlasz. Na most nagyon fontos, ezt már többször elmondtam, hogy találd meg azt a motivációs pontot az információ megosztásban, azt az érzést, amiben úgymond kellemesen jól tudod magad érezni, és úgy állítsd össze a saját prezentációdat, mert hogyha el tudod érni azt, hogy szeresd a saját prezentációdat, szeresd a saját magad által kiválasztott utat, akkor mindig azt akarod csinálni. Tehát egy személyes példát hagyd mondjak el, nagyon sokszor elmondtam már, de ugye ismétlés a tudás atya. Ugye, hogyha nekem azt mondták volna annak idején, hogy csak akkor lehetek sikeres ebben az üzletben, ha meg kell tanulnom mindent a Ganodermáról, és meg kell tanulnom professzionálisan a marketing tervet prezentálni, akkor egyszer kezdem ezt az üzletet. Mert engem az nem annyira motivál. Viszont azt mondták, hogy úgy csinálom, hogy akarom. És nyilvánvalóan ezért én a kávéra helyeztem a hangsúlyt, mert nem vagyok sem orvos, sem természetgyógyász, illetve még a szappannal dolgoztam, és ezzel a két termékkel, nagy részt ezzel a két termékkel építettük fel az üzletünket egy olyan metódus által, amit én élvezek. És ezért szeretem csinálni, és ezért nem jelentett problémát azt, hogy 90%-ban az információ megosztásra fókuszáljak. És 10%-ban nyilvánvaló önfejlesztés, tanulás, képzés. Nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy ez a százalékos arány ugye elmegy 90%-os önfejlesztés és 10%-os információ megosztásra. Nem. Sajnos abból nem lesz üzlet, abból nem lesz passzív jövedelem, és ez már megint egy ilyen alibi tevékenység. 10%-nál többet szánsz az önfejlesztésre, akkor az kell, hogy mondjam, az már alibi munkavégzés. Az én meglátásom szerint, és az én tapasztalatom szerint. Tehát nem az a lényeg, hogy hány webkonferencián veszel részt, hány rendezvényen veszel részt,
hogy hány, mekkora mennyiség információt osztasz meg. Fontos, nagyon fontos az önfejlesztés, ezért is tettem oda, de csak 10%-ba. Tehát valahogy ennek úgy kellene ugye kinézni, hogy azt mondod, hogy egy héten, vagy egy adott hónapban X mennyiségű idő áll rendelkezésedre, hogy ezt a DXN üzletre fordíts. És hogyha megvan ez a szám, hiszen ezt te döntöd el, te látod a saját életviteledet, reményeim szerint most a kialakult helyzetben ez egy kicsit magasabb lehet, hiszen kevesebb kültéri aktivitást tudsz mondjuk kifejteni. Tehát, hogyha megvan ez a szám, akkor arra kellene figyelned, hogy ez 10% önfejlesztés és 90% információosztás legyen, valós információosztás. Egy nagyon egyszerűen föl tudod magadnak a kérdést tenni, hogy amikor végzel valamilyen tevékenységet, mondjuk már fél órája, akkor megkérdezed tőled magadtól teljesen őszintén, hiszen magunkkal szemben nagyon őszintének kell lenni, másokkal szemben is, de magunkkal aztán ez a legfontosabb, ugye, hogy akkor én most alibi munkát végzek? Vagy érdemi munkát végzek? És hogyha csak egy gyanúja fölmerül annak, hogy ez alibi munka, akkor felejtsd el. Információ megosztás. Prezentáció, prezentáció. És van még egy utolsó lépés, ugye, hogyha már van egy csapatod nyilvánvalóan, akkor ezt a csapatot támogatnod kell, és hogyha támogatod a saját csapatodat, akkor ugye erre is szállni kell időt. És ebben az esetben már az információ megosztás lemehet 70%-ig, de nem tovább. 70% információ megosztás, 20% csak hálózattámogatás, és maradt nyilvánvalóan 10%-os önfejlesztés. Nagyon fontos, hogy ezeket az arányokat tartsd, és ugye itt a támogatom a hálózatom, lehet, hogy úgy gondolod, hogy ez a 20% kevés, de ma már annyi online eszköz áll rendelkezésre, hogy ezt nagyon könnyedén úgymond ki tudod vitelezni, és ezt a 20%-ot ezt nagyon professzionálisan be lehet tartani. A következő hiba, amit látok, és erről ugye már nagyon sokat beszéltem régebben különböző képzéseken, hogy ez a támogatom a hálózatom, ez átmegy egy ilyen alibi munkába. Senki sem kér arra, hogy támogass, de te mégis az üzleti idődnek a 60-70-80%-át, vagy akár 100%-át is úgymond támogató tevékenységgel töltöd ki, és különböző aktivitásokat kreálsz a hálózat aktivitással, holott ők azt effektív nem igényelték, illetve ugye itt jön be az a pont, amiről mindig szoktam beszélni, most sem, a mai nap sem kivétel, hogy ugye olyan emberekkel töltöd a limitált értékes idődet, akik nem akarnak pénzt keresni. És ugye azt lehet nevezni alibi munkának, lehet nevezni szabadidős tevékenységnek, és semmiképpen nem lehet nevezni érdemi munkának. Jó? Tehát ez a három tevékenység, ez a három arány tulajdonképpen biztosítja számodra az, hogy passzív jövedelmed lesz az üzletből, és hát én azt szeretném neked javasolni, hogy felső vonaladon keresztül keresd meg bátran, és nagyon szívesen elküldöm neked ezt az ábrát, hogy kinyomtasd, hogy magad eléted, és megkeresd rajta minden este magadat, hogy hát hogy sikerült a napod, hogy hol áll jelen pillanatban az üzleted, mert azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan visszajelzés lehet számodra, hogy a jövőbeni bónuszod hogy fog alakulni. Tehát lehetsz te a legprofibb értékesítő, lehetsz te a legprofibb vezető, hogyha 70% alá fog menni az információ megosztásod, akkor egyre távolabb kerül tőled a passzív jövedelem lehetősége, és egyre távolabb kerül tőled a krónambaszador szint elérése. Viszont, hogyha erre helyezed a hangsúlyt, akkor lehet, hogy még most csak gyémánt vagy, de az elsők között érhetsz oda majd a krónambaszador szintre Európában. Én nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani, és mint ahogy nagyon sokszor elmondtam, nagyon fontos a minőség ellenőrzés, és igazából ez a kis póster is ezt a célt szolgálja, ez a kis plakát is azt a célt szolgálja, hogy végezz egy kis minőség ellenőrzést, hogy akkor hogy áll az idő felhasználásod, hogy áll a DXN üzleted, mert hogyha jelen pillanatban úgy érzed, hogy nem megfelel a jutalék mennyiséged, akkor valószínűleg itt valamelyik arány eléggé elcsúszott. Nagyon szerencsés helyzetben vagy, hiszen minden információ a rendelkezésedre áll,
és itt most egy kicsit az önfejlesztéssel szeretnék segítséget adni. Van egy YouTube csatornám, 8 éve minden lehetséges előadást rögzítek, minden előadásomat, minden tréningemet rögzítek, illetve próbálok rögzíteni különböző orvosi és természetgyógyász ganoterápia tréningeket is, és ezt mind megtalálod a YouTube csatornánkon, és javaslom, hogy iratkozz fel, állítsd be a jelzést, hogy mindig kapj első kézből információkat, hogyha új videó került föl, ezt a mai képzésemet is fölfogom, ezt a mai kis rövid beszédemet is fölfogom tenni erre a YouTube csatornára néhány perc múlva, hogy megoszthatod a csapattársaiddal, és ami nagyon fontos, ez a YouTube csatorna neked készült, tehát bármelyik videót, ami ide fölkerül, szabadon letöltheted, feltöltheted a saját YouTube csatornádra, bárhova megoszthatod, és használd ki ilyen anyagoknak a tanulmányozásával 10% önfejlesztési időt, de nagyon szerencsés helyzetben vagyunk itt a DXN-nél, mert nem csak nekünk van YouTube csatornánk, hanem nagyon sok DXN vezetőnek van YouTube csatornája, nem csak itt Magyarországon, hanem a világ minden pontján, és az ő képzéseik, tréningjeik is elérhetőek ilyen formában. És befejezésül, ugye minden alkalommal szeretném úgymond megmutatni nektek a saját prevenciómat, és itt szeretném fölhívni a figyelmet, hogy bátorkodjatok bekövetni a YouTube csatornámon keresztül, az Instagramon, illetve a Facebookon, illetve a Facebookon most már van egy egyre népszerűbb Déli Morinzi csoportunk is, tehát nem csak oldalunk, hanem Déli Morinzi csoportunk is, és egy új kezdeményezésbe is belekezdtünk, aminek az a lényege, hogy csütörtöktől igények függvényében rendszeresen úgymond közös online virtuális morinzívást fogunk szervezni, aminek a gyakorlati kivitelezése úgy néz ki, hogy egy Zoom webkonferencia rendszeren keresztül ugye egy képernyőn 25 videóképet lehet egyszerre megosztani, tehát ezek az összejövetelek úgymond maximalizáltak, és 25 fő vehet részt maximum egy ilyen képzésen, egy ilyen beszélgetésen úgymond, aminek az egyik momentum az, hogy megisszuk közösen a morinzinket egyszerre, 25 videóképen, és ezt követően pedig van egy beszélgetés tulajdonképpen, amikor szabadon kérdezhettek tőlem. Most ezt az első ilyen csütörtökön 11 órakor, hogyha nem hallottál még erről, hogy szeretnél ezzel részt venni, akkor keresd a szponzorodat, és hogyha igény lesz erre, akkor a jövőben akár minden nap tudunk szervezni ilyen eseményeket. És most megragadnám az alkalmat arra, hogy ezen a mai alkalommal most fogyasszam el úgymond a mai morinzimet itt előttetek, és nagyon sok sikert kívánok nektek ebben az üzletben, és én is azt tudom mondani, mint Mr. Teo, hogy nem érdemes foglalkozni azokkal a körülményekkel, amire nem lehetünk hatással, arra kell fókuszálni, amire igazából hatással lehetünk. Úgyhogy egészségetekre, és remélem, hogy csütörtökön már 25-en fogunk együtt inni a Zoom webináriumon. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!